Egy alkalommal a lágerba, hogy ott körül volt véve, villanyáramos kerítéssel, meg mit tudom én, egy zöld övezet is volt. Na de hát elővettem a Siksü című könyvet, ez körülbelül ekkora volt, de vastagabb. Aztán akkor föl alá szétálltam, és imádkoztam. A hegyvidéki kulturális szalonban a kommunizmus áldozataira emlékezők közül sokan személyes emlékeket is őriznek a szovjet megszállást követő időszakból. Nagyon fontos dolog, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk azokra a tulajdonképpen vértanukra, vagy a Málenki robot beelvitt 700 emberre, vagy a koncepciós perekben áldozatok lettek. Tehát ez egy olyan fontos, hogy minden évben erről meg kell, hogy emlékezzünk. Az esemény díszvendége Kerényi Lajos atya volt, aki papi pályájának kezdetén személyesen is megtapasztalhatta a kommunista diktatúra nehéz, embert próbáló időszakát. Számára a hit adott erőt a megpróbáltatások idején, emlékezett vissza az atya. 18 éves koromban még érettségi előtt elvittek katonának, akkor ugye frontharcos lettem, géppuskás, fogságba estem, és akkor kivittek a Szovjetunióba szénbányásznak. Úgyhogy, és ott élveztem a szovjeteknek a kedvességét, ugye? De az volt a nagyszerű, hogy mi nekünk azért páran fiúk, hogy nagyon összefogtunk 4-5-en, volt alapunk és eszméink voltak. És az eszmékkel ugye le tudtuk győzni azt a krumpli lisztbableves színvonalat, amit ott van. Nekünk még eszménk volt ugye a szeretet, a szép, a jó, a természet fölötti. A jelenlévők között volt, aki már az 50-es évek óta nagy tisztelője és követője Kerényi Lajosnak. Bíró Zsoltné rendszeresen járt az atya vasárnapi diákmiséjére, amíg a szerzetest át nem helyezték vidéki szolgálatába, a rendszer által el nem fogadható népszerűsége miatt. Nekem olyan szép emlékeim vannak vele kapcsolatban, hogy ezt a mai napig őrzöm. Mai napig őrzöm, és ha csak lehet, mert voltam én a gyémántmiséjén is, ha csak tudok vele találkozni, akkor mindig ott vagyok, ahol ő is van, mert egy csodálatos ember. A Magyarországgyűlés 2000-ben döntött arról, hogy február 25-ét a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapjává nyilvánítja. 1947-ben ezen a napon a szovjet hatóságok letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát, ahol 8 évet töltött fogságban.